Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Érdekesek voltak ezek a hírek, nem? Láttátok a szaltózó robotot? Láttuk, igen. Hogy nézett ki ez? Ez elég jól néz már ki, tehát hogy így... Az, hogy megáll a talpán és nem borul föl, az mondjuk meglepő. Első. Én is tudott néztem. Főleg a lassított felvételnél látszott, amikor megtörtént a szaltó, hogy ilyen gyors mozdulatokkal a jobb meg a bal lábával így próbálta kiegyenlíteni ezt a mozgássort. Tehát itt valami nagyon-nagyon fejlett egyensúlyérzékelés lehet ezekben a robotokban. Ezt egyébként további robotokban is lehetett már korábban látni, amikor például az a robotkutya elindult egy ilyen jeges, havas domboldalon, és akkor mindenféle ilyen megcsúszási pontok jöttek. Még mondjuk ezt lehetne bonyolítani, mondjuk egy aknára rálép egy ilyen robotkutya, nyilván egy ilyen katonai fejlesztés egyébként az egésznek a vége. De ennél is, tehát azért ez egy nagyon bonyolult mozgásforma, a szaltózás, meg ez a két lábon megállás, ahogy stabilizálja magát. Tehát egy bonyolult technika lehet el mögött, ugye? Én azt gondolom, hogy a technológiai rész az már egy ideje készen van, inkább az, hogy ezeket autonóm módon tudják vezérelni, tehát ne kell összekötni káblen egy nagy szerverfarmer és rávezetni a központi áramot, tehát ez ami a kihívás jelenti, az a fajta miniaturizáció, hogy ezt egy ilyen kis egységben meg tudják valósítani, a kicsi az relatív ugye ezekbe a méretekbe. Vajon hogy lehet majd az ilyen robotokat egyébként már a katonai felhasználáson túl, tehát mondjuk a hétköznapokban használni? Azért a nagy iparvállalatoknál mondom, is nagyon sok robotot használnak, ezek mondjuk még lehet, hogy nem humanoid formájuk, de azokat a funkciókat már ellátják. Gyárakba, ugye? Igen. De egy csomó mindent, mert ilyen raktárakba a kiskocsik hordozgatják a dolgokat, tehát egy csomó ilyen dolog az már működik a való életben is. Inkább az a kérdés, azért csinálnak humanoid formájú robotokat, hogy az emberek számára tervezett infrastruktúrával jobban tudjanak közlekedni, mozogni. Tehát, hogy ne kelljen külön ilyen kis pályákat építeni a robotautóknak például. És ezért fontos, hogy humanoid formában tudjanak mozogni, át fog tudni menni az ajtón, fel tud menni a lifttel, tehát ilyen fajta képességek miatt. Hogy mennyire emberi ez a hír egyébként, azt olvastam egy másik cikkben, hogy ez a Boston Dynamics cég, ugye, akik előállítják ezeket a robotokat, kicsit szándékosan is megmutatják azokat a felvételeket is, amikor hát esendő módon elesik az a bizonyos robot. Ennél a felvételen is van egy olyan későbbi rész, amikor egy hatalmasat esik ez a így orra valahogy, tehát a szaltó után érkezik. Én azon gondolkodtam közben, hogy mozgássérültek számára mennyire jó lesz ez, hogyha segíti őket, hogy odaviszi a gyógyszert mondjuk az ágyhoz, vagy valami ilyen. De azt hittem arra gondolsz, hogy belekarolhat a robotba. Hát akár, hogy igen, az is egy jó megoldás lehetne, hogyha tényleg ez tud úgy működni, lehessen el? Csak hát ez az kell, hogy akkor tényleg megbízható legyen. Igen, ez az első téma, ez nagyon érdekes, ezt valahol a porosz típusú oktatás hozta be a világba, hogy nem nagyon szabad hibázni, és pedig a tanulás, a felfedezés folyamat azért az úgy történik, hogy hibázunk, és szerintem ezt nem szabad, vagy nem lehet könnyen eltitkolni. Ja, tehát azt mondod, hogy a robot tanuljon ebből is. A robot is tanuljon ebből is, meg a készítői nagyon sokat tanulnak ebből, hogy milyen helyzetben. Ugye ez egy csomó adatot generál, mindenféle szenzorokkal mérik, és megnézik, hogy mi volt az a helyzet, ami az elesést okozta. És a következő alkalommal megpróbálják kiküszöbölni. Nekünk meg vicces. De volt egy olyan felvétel is régebben, ez már azt hiszem tavalyi, amikor egy technikus egy hatalmas bottal tényleg megtaszította a robotot, hogy ellökte, hogy szándékosan essen el. Na, még egy hírre térjünk még vissza a politis.hu-ra. Dani, te mint médiapiaci újságíró, te hiszel ebben, hogy év végéig, vagy meddig augusztusig össze kell gyűjteni? Nagyon rövid idő van erre, ha jól emlékszem, akkor 60 nap, de itt meg is van nyitva, mindjárt megmondom. 300 millió forint, azért az nagyon sok pénz. Kettő hónap van rá, 300 kettő. Millió, most 2%-nál tart, egyébként az 7,3 millió forint. Tehát gyűlögetnek a pénzek, és hát az a rizikó benne, hogyha nem jön össze a 300 millió, hanem csak mondjuk 200, akkor nullára fog a végén kijönni, tehát nem kap semmit az alapító ötletgazda, úgyhogy hát van egy nagy rizikó benne. Bár ezen gondolkodtam azért, hogy vannak erre megoldások, hogyha mondjuk azt látja, hogy 200-nál van, akkor vannak erre trükkök szerintem, amiket be lehet vetni, most nem szeretnék ebbe belemenni nagyon. De hát meglátjuk, amennyire lesz ez sikeres. Az biztos, hogy hosszú ideje van egy válság, egy ilyen üzleti finanszírozási válság, amire keresik a megoldásokat. Mármint különböző... a lappiacon. Az egész médiapiacon, igen, uh-huh. hogy az emberektől kérhetünk előfizetési díjat, vagy akkor reklámokat kell elviselni, akkor a reklámokat kitiltják az emberek, reklámblokkolókat kezdenek használni, akkor viszont nincsen bevétele a médiavállalatoknak, és akkor ki vannak téve annak, hogy a politikai nyomásról még nem is beszéltünk. Úgyhogy
probléma az adott, aztán a megoldás, hogy mennyire lesz sikeres, az egy másik kérdés, ezért 30 ezer embertől tényleg ennyi pénzt összegyűjteni ilyen rövid idő alatt, és aztán ráadásul, hogyha össze is jön, akkor rákövetkező évben újra meg kell ezt tenni, hogyha fönn akarják tartani ezt a nagyon komoly szerkesztőséget, amit mondtak. Nagy kihívás, de ugyanakkor meg ez egy jó kísérlet. Tehát én nem is nagyon emlékszem ilyenre, hogy Magyarországon az internetes tartalomszolgáltatás világában ennyire direkt módon egy előfizetéses inkább adakozás az, ami mostanában azért megy. Tehát az átlátszó próbálkozik ugye ezzel, vagy ott van a Mérték, amelyik most indult egy ilyen ellenzéki hírportál, amelyik az is pénzt gyűjtött, és aztán azt mondta, hogy ha az megvan, akkor elindítjuk. Összejött, de hát jóval kevesebb volt az a büdzsé, aminek meg kellett lennie, hát ez inkább egy ilyen töredéke annak. Na kövessük majd a politizmus sorsát. És egy dolgot még hozzá talán, hogy azt mondja az alapító, hogy ugye csak azokban a megyékben lesz tudósítója, plusz egy megye talán, ahol összejön annyi előfizető, tehát 3000 előfizető. És hát már itt fölmerültek ilyen kritikák rögtön, hogy mi lesz a szegényebb megyékkel, például ahonnan nem lesz annyi olvasó, akkor ez nem lesz lefedve. Tehát azért vannak aggályok bőven itt ebben az ügyben. Meglátjuk. Kövessük a politizmus.hu-t, és majd térjünk is vissza, hogy mi lett a történetnek a vége. Két hónap múlva.